elismerések átadásával vette kezdetét a Vármegyei Önkormányzat ülése szerda délelőtt. Sesták Oszkár a közgyűlés elnöke az ukrán háborúból menekülő, valamint a Kárpátalján élők megsegítésében kiemelkedő feladatot ellátó Szabóné Czap Andreát, a Tisza LTT igazgatóját, és Erdélyi Tatjánát díjazta bronz emlékéremmel. Szent György napja alkalmából pedig két rendőr, Bajusz Attila alezredes részesült ezüst, Túróci László címzetes főtörzs zászlós pedig bronz emlékéremben. Ezt követően beszámolók következtek. Farkas József vármegyei rendőrfőkapitány a 2022-es év közbiztonsági helyzetéről és a tavalyi intézkedések eredményeiről tájékoztatta a képviselőket. Farkas József kiemelte, a háború miatt a tavalyi ismét egy rendhagyó év volt, a vármegye rendőrállománya ennek ellenére is hatékonyan dolgozott. Jól mutatja ezt az is, hogy 1300-al csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, a nyomozási eredményesség pedig a vármegyében 5%-kal jobb az országos átlagnál. Nos, ehhez természetesen sok minden kellett. Kellett a társadalomnak a fejlődése, a munkahelyek teremtése, kellett a rendőri munka, kellett az összefogás, a polgárőrség, az önkormányzatok, hogy talán jó úton haladunk, és hát továbbra is az a célunk, hogy ezt a közrendet, közbiztonságot fenntartsuk, egy biztonságos megyében lehessen élni, és lehetőleg ezeket a számokat tovább csökkentsük. Örömmel jelenthetem, hogy a nyomozás eredményesség vonatkozásában, pedig az országnak nem a könnyített pályáján vagyunk, könnyített szakaszán, még így is 5% ponttal magasabbak vagyunk nyomozás eredményességben, mint az országos átlag. Azokban a kiemelt cselekményekben, mint például emberölés, vagy testi sértésekben rendkívül jó emberölésekben 100%-os nyomozati eredmény, felderítési eredményességgel dolgozunk, de egyébként is rendkívül jó felderítési eredményességgel dolgozunk, és mint ahogy korábban is említettem egyszer-kétszer, ebben a megyében jelentős súlyú kockázatú bűncselekményt, tehát jelentős kockázat nélkül nem lehet elkövetni. Mindent megtesznek munkatársaim, mindent megteszünk, hogy az elkövetőket, és sajnos az elmúlt időszakban is jó néhány frekventált ügy volt, a bíróság elé tudjuk állítani. Ezt követően a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság igazgatója számolt be az elmúlt évről. Varga Béla előadásában kiemelte, tavaly 10%-kal több műveleti feladatuk volt a vármegyei tűzoltóknak, mint 2021-ben. Különösen a rendkívüli aszály okozta szabadtéri tüzek száma emelkedett meg szembeötlően. A tűzesetek számán belül meghatározó a szabadtéri tűzesetek száma rendkívüli mértékben megnövekedett, az elmúlt 5 év átlagához viszonyítva 74%-kal. A tűzesetek következtében 5 személy vesztette életét, 56 fő sérült meg, a megmentek személyek száma 7 fő volt. A műszaki mentések száma közel 30%-kal csökkent. 23 személy vesztette életét, 576 személy sérült meg, és 128 személyt mentettünk meg. A két beszámolót egyhangúlag fogadta el a közgyűlés. A képviselők ezután arról a tájékoztató dokumentumról is döntöttek, amely a Vármegyei Önkormányzat által tavalyi évben kezelt projekteket és a TOP, valamint TOP pluszos beruházásokat mutatja be. Sesták Oszkár azt mondta, a pályázatok menedzselése hatalmas feladat a megyeházán dolgozók számára. Erről is egy tájékoztatást kapott a megyei közgyűlés, hogy hány projektmenedzsmenti tevékenységben, milyen pályázati tevékenységben vesz részt a megyei önkormányzat, határon túl, határon, innen topos programokban. Ez is egy kielégítő és biztonságos feladatellátást tesz lehetővé. 10 kollégánk dolgozik ezen a területen, ezen a szakterületen. Nagyon jó a hivatalnak a korstruktúrája, nagyon sokan 55 év alattiak, döntő részben 55 év alatti kollégáink vannak, tehát ez is egy megelégedésre számot tartó beszámoló volt, egyhangulag döntött erről is a közgyűlés. A szerdai közgyűlésen két kivitelezés alatt lévő topos beruházás, a Kemecsei Református Bölcsőde és a Nagyhalászi Városrehabilitációs Program költségnövekmény igényét is elfogadták a képviselők.